A cselekvőképesség az ENSZ fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezményében egy jog önmagában véve, azonban a szerepe ennél sokkal több. Ha valakitől megtagadjuk a cselekvőképességet, akkor ezzel a hozzáférését tagadjuk meg bármilyen más jogához. Hiszen abban a pillanatban, hogy valakit fogyatékosságával összefüggésben cselekvőképtelenné, vagy korlátozottan cselekvőképessé nyilvánítanak, legalábbis az élet bizonyos területein nem ő maga érvényesíti a jogait, nem saját maga dönt a saját életéről, hanem a kirendelt gondnok dönt helyette, egy helyettes döntéshozatal valósul meg, a gondnok jár el a gondnokolt ügyében, mindazon területeken, ahol a személynek a cselekvőképességét korlátozták. Nem egyszerűen arról van szó, hogy egyetlen egy izolált jog sérül azáltal, hogy valakinek a cselekvőképességét nem ismerik el a nem fogyatékos emberekkel egyenlően, hanem az összes többi joga sérülni fog, mert hogy nem gyakorolhatja, nem élvezheti ezeket a jogokat, csak egy közvetítőn keresztül, és ez az egyezmény szerint és a bizottság szerint egy nagyon súlyos emberi jogi kérdés. Évszázadokon keresztül a vakembereket úgy próbálták megvédeni a világnak a veszélyeitől, amely világ ugye a látó emberek számára lett berendezve, és nem gondolt a vakokra, hogy elzárta őket intézetekbe. Teljesen védett környezetet, mesterséges környezetet teremtett az ő számukra, ahol nincs olyan közúti forgalom, ami veszélyeztethetné az ő életüket, nincsenek olyan veszélyek, amik egy nem látó ember számára akár életveszélyesek is lehetnek, és ilyen módon próbálta őket védeni. Ma már, remélem, senkinek a civilizált világban nem jutna eszébe az, hogy ez a védelemnek a helyes módja. A helyes mód az, hogy megadjuk azokat a támogatásokat, azokat a segítségeket a személynek, jelen esetben a vak személynek, amiknek a birtokában ő, másoknál nem nagyobb veszélynek lesz kitéve az élete során, ugyanakkor lehetővé tesszük számára azt, hogy ne kelljen kirekesztődni a társadalomból, a társadalom egy tagjaként azokon az élettereken, azokon a közösségi tereken és a magánélet terein, ahol bárki más éli az életét, fogja ő is élni az életét. És még egy nagyon fontos követelmény van, hogy át kell fokozatosan alakítani a környezetünket, nem csak az épített és a fizikai környezetet, hanem a mentális környezetet, az attitűdjeinket, a jogszabályainkat is természetesen, olyan módon, hogy az a vak embereknek, az igényeinek is megfeleljen. Ne látócentrikus legyen a jövőben. És hogyha mindezek helyén vannak, akkor valósul meg igazából az a fajta védelem, ami természetesen egy jogos elvárás, kirekesztés nélkül. És ugyanígy az ENSZ-nek az egyezmény a cselekvőképesség kapcsán elismeri azt, hogy vannak emberek, akik fogyatékosságuk következtében a döntés képességükben korlátozottak lehetnek, főleg akkor, hogyha a döntési környezet az kizárólag a nem fogyatékos embereknek az igényeit veszi figyelembe. Valóban védeni kell őket. Védelemre joguk van, ezt nem szabad feladni. Csak a védelemnek olyannak kell lennie, hogy az ne rekessze ki a fogyatékossággal élő szemét a társadalomban való teljes értékű és hatékony részvételből. Márpedig a gondnokság elvileg ugyan egy igen magas fokú védelmet tud jelenteni, de gyakorlatilag a teljes jogfosztáson keresztül. Hosszú időn keresztül az egyezménynek ez a bizonyos 12-es cikke, ami központi jelentősége a cselekvőképesség tekintetében, volt a legvitatottabb cikke az egyezménynek. Nagyon sok állam úgy értelmezte ezt a cikket, hogy valójában nem is a fogyatékossággal élő személyek cselekvőképességét ismeri el a nem fogyatékos személyekkel egyenlően, hanem csak a jogképességüket. Tükrözi ezt az értelmezési kísérletet számos nyelvre történő fordítás is. Horvátra például a 12-es cikknek a vonatkozó bekezdését jogképességgel adták vissza. A magyar megoldás az egy meglehetősen nehezen értelmezhető,
jogilletőleg cselekvőképesség fordulattal él, és akkor tessék eldönteni, hogy mikor jogképesség és mikor cselekvőképesség. Tavaly az ENSZ fogyatékossággal élő személyek jogainak bizottsága megkezdte az egyezmény értelmezését. Az első két felülvizsgált ország, Tunézia és Spanyolország kapcsán bizonyos kérdésekben eldöntötte a vitát. Így például elmarasztalta mindkét országot, amiatt, hogy nem ismerik el a fogyatékossággal élő személyek cselekvőképességét másokkal egyenlő módon, bár mind a két ország a jogképességet minden megszületett személy számára biztosítja, tehát a jogképesség elismerésével semmiféle probléma nincsen, az ENSZ bizottság mégis azt állapította meg, hogy a 12-es cikk elvárásai nem teljesülnek, egyszerűen amiatt, mert a cselekvőképességében a személyek mindkét országban korlátozhatók, adott esetben kizárható a cselekvőképességük. A jövőben tehát nem lehet elfogadható érvelés az, hogy egy olyan jogszabályi megoldás, amely fogyatékossággal élő személyeknek a cselekvőképességét másképpen biztosítja, mint a nem fogyatékos személyek számára, összhangban lenne az egyezménnyel. Tudható, hogy nincs összhangban az egyezménnyel. Egy másik alapvető vita pont volt a 12. cikk harmadik bekezdése, amelyik azt mondja, hogy a fogyatékossággal élő személy a cselekvőképessége gyakorlásához jogosult segítséget, támogatást igénybe venni, illetve inkább úgy mondanám, hogy az államoknak kötelezettségük van arra, hogy biztosítsák azt, hogy a fogyatékossággal élő személy hozzáfér azokhoz a segítségekhez, támogatásokhoz, amire neki szüksége van ahhoz, hogy a cselekvőképességét másokkal egyenlően gyakorolhassa. Sok állam azt gondolta, hogy a gondnokság intézménye az lehet egy ilyen megoldás. Ez volt például a spanyol kormánynak az álláspontja, akkor, amikor jöttek a bizottság elé felülvizsgálatra, és ezt az álláspontjukat a spanyol legfelsőbb bíróság állásfoglalására építették, amelyik úgy találta, hogy a spanyol gondnoksági rendszer összhangban van az egyezmény 12-es cikkével. A gondnokság intézménye éppen azt a bizonyos segítséget, támogatást jelenti, ami szükséges ahhoz, hogy a gondnokoltak gyakorolhassák az ő cselekvőképességüket. A bizottság egyértelműen kifejezte azt, hogy ez egy téves értelmezés a 12-es cikknek. A gondnokság, mint helyettes döntéshozatal, valaki, a gondnok dönt a személy helyett, nem felel meg az egyezmény normájának. Ezért felszólítottuk Spanyolországot, hogy változtassa meg az egész jogrendjét, és nem csak a jogrendjét, hanem azokat a szakmapolitikai intézkedéseket is tegye meg, amik szükségesek ahhoz, hogy a jelenleg ilyen helyettes döntéshozatalra épülő védelem átalakul, felváltódik egy támogatott döntéshozatalra épülő megoldással. És azt is elmondtuk a Spanyolországról szóló záró észrevételeinkben, hogy mik a legfőbb ismérvei ennek az új paradigmának, ennek a támogatott döntéshozatal paradigmájának. Nevezetesen elmondtuk, hogy csak olyan megoldások lesznek összhangban az egyezmény 12-es cikkével, amelyek tiszteletben tartják a személy autonómiáját, akaratát és preferenciáit. Lehetne azt mondani, hogy egy jó gondnok az mindent megtesz annak érdekében, hogy tiszteletben tartsa a személynek az akaratát és preferenciáit. Nehéz ugyanakkor belátni, hogy mi szükség is van a gondnok kirendelésére ebben az esetben, amit viszont a gondnokság természeténél fogva képtelen megtenni, az a személy autonómiájának a tisztelete. Hiszen éppen hogy azt valósítja meg, hogy a személy személyes autonómiáját elveszi, és azt helyettesíti egy helyettes döntéshozó eljárásával, azt helyettesíti a gondnok tevékenységével. Következésképpen, amit a bizottság Tunézia és főleg Spanyolország kapcsán megállapított, egyértelművé teszi, hogy
a cselekvőképesség korlátozásán alapuló védelem nem tekinthető annak a bizonyos segítségnyújtásnak, illetve támogatásnak, amiről az egyezmény 12-es cikkének a harmadik bekezdése rendelkezik. 12-es cikk a cselekvőképesség kérdésköre nem csak az államok számára nagyon fogós kérdés, éppen amiatt, hogy egy egészen új paradigmát jelenít meg, a gyakorlati megvalósítás számos nyitott kérdést tár fel, amire valószínűleg senkinek nincs meg a teljes körű és végleges válasza. Azt lehetne mondani, hogy amit a 12-es cikk elvár, az egy komoly és elkötelezett munka, közös munka szerte a világban kidolgozni azt, hogy az új paradigma hogyan valósítható meg a gyakorlatban. Kísérletezni kell a szó jó értelmében. Ezt a feladatot el kell végezni, és senki más nem végezheti el, mint mi, mindnyájan. A bizottság éppen amiatt, mert kulcsfontosságúnak, tényleg az egyezmény szívének gondolja a 12-es cikket, munkacsoportot hozott létre elsőként egy általános kommentár kimunkálására, amelyik a 12-es cikknek a normáját fogja értelmezni. Sokkal fókuszáltabban, mint arra lehetőségünk van az országok felülvizsgálata kapcsán. Ez a munka folyamatban van, nem zárult le, és ez a kérdés, hogy vajon a korlátozó gondnokság az hogyan viszonyul a ENSZ egyezmény 12-es cikkében kifejtett normához, pillanatnyilag azt kell mondjam, hogy még nem tudható. Amit én gondolok, az az, hogy a gondnokságnak semmilyen formája nem lehet összhangban a 12-es cikkkel. Hiszen, ha csak korlátozom a személynek a cselekvőképességét, azzal is beavatkozok az ő cselekvőképességébe is. Mivel annak előfeltétele, hogy ezt a korlátozást törvényesen megtehessem, az, hogy az illetőnek valamilyen az egyezmény értelmében vett fogyatékossága legyen. Tehát kizárólag fogyatékossággal élő személyeket fog érinteni ez a korlátozási lehetőség, és ilyen módon ez fogyatékosság alapján történő diszkrimináció, amit a 12-es cikk egyértelműen megtilt. Ez sem fogja teljes mértékben tiszteletben tartani a személynek az autonómiáját, tehát ugyanazok az aggályok, mint amik fölvetődtek Spanyolország kapcsán, föl fognak vetődni egy olyan országban is, ahol nincs kizáró gondnokság, de van korlátozó gondnokság. Azonban egészen nyilvánvaló, hogy egy teljes paradigmaváltásnak a gyakorlati megvalósítása az nem egy könnyű feladvány. Óhatatlanul szükség van jogszabályi változásokra, nagyon komoly jogszabályi változásokra, ezek azonban nem lesznek elegendők. Mentalitást kell váltani, ki kell dolgozni a támogatásnak az elérhető, hozzáférhető, működő modelljeit. Ki kell dolgozni azokat a gyakorlati eljárásokat, amik a védelmet biztosítani fogják tudni, anélkül, hogy beavatkoznának az illető cselekvőképességébe. Ez egy nagyon bonyolult és felelősségteljes munka, ami biztos, hogy hosszabb ideig el fog tartani. Elképzelhető tehát, hogy egy több lépcsős megvalósítása a 12-es cikknek elfogadható lesz a bizottság számára. Én személy szerint elfogadhatónak tartanám. Az egészen biztos, hogy a cselekvőképesség teljes körű kizárása, illetve korlátozása az azonnal és súlyosan ütközik a 12-es cikknek a lényegébe, ezért nem elfogadható és fenntartható megoldás. Nagyon friss bizottság vagyunk, és tavaly kezdtük a országok felülvizsgálatot, összesen 2 darab országot vizsgáltunk eddig felül. Egyik sem felelt meg a 12-es cikk elvárásának. Noha mindkét országban el kell mondani azt, hogy létezik korlátozó gondnokság is, mellette van kizáró gondnokság is, és egyik ország sem demonstrálta azt, hogy bármi érdemi intézkedéseket tett volna a paradigmaváltásra, a helyettes döntéshozatal lecserélésére a támogató döntéshozatallal.